széles körben igénybe vett e-közszolgáltatások címmel adtunk be pályázatunkat. Kezdetektől fontosnak tartottuk a Röszkei Teleházban, hogy interneten elérhető közhasznú információkat közvetítsünk, illetve attól a perctől kezdve, hogy elérhetők bizonyos ügyféltípusok interneten és intézhetők. Az ügyfélkapun keresztül próbáltuk elérni, hogy használják is látogatóink ezeket a szolgáltatásokat. E-Magyarország.ként megbízható és gyors internet eléréssel rendelkezünk a közneten keresztül, a települési szinten pedig saját internet szolgáltatónk van, a Röszkei Kábel TV Kft. Az utóbbi évben nagy mértékben megnőtt az előfizetők száma. Reméljük, hogy a teleházas oktatásnak és ismeretterjesztésnek is köszönhető ez a dolog. Az infrastruktúra rán kívül fontos az igény létrejötte, ami szerintünk most már kialakult. Tehát kis településeknél létfontosságú az interneten, illetve a helyben történő ügyintézés, ezért fontosnak tartjuk a falugazdás szolgáltatást, ami az önkormányzat segítségével így tudunk megvalósítani. Azon kívül könyvelői fogadóórát szerveztünk, hiszen nagyfokú igény jelentkezett erre a szolgáltatásra is. Az igény kialakulása mellett nagyon fontos az ismeretek megszerzése, hiszen ahhoz komoly internet kezelés tudás kell, hogy valaki ügyet is tudjon intézni interneten, például az ügyfélkapun keresztül. Ehhez járul hozzá a most szervezett netrekész számítógépes tanfolyamunk, és a nagyfokú érdeklődés mutatja, hogy 70 fölötti a létszám, aki fontosnak tartotta azt, hogy ismerkedjen az internettel, a számítógép használata, illetve saját ügyfélkaput hozzon létre. Így hirdettük a tanfolyamot, és nagyon agilis társaság jött össze, akik már most próbálják használni ezeket a kormányzati portál szolgáltatásokat, illetve például van olyan, aki távtanulás vagy távmunka végzésében gondolkozik a közeljövőben. Tavaly volt lehetőség az IT Mentor OK és képzést elvégezni, ahol nagyon sok komoly ismeretet kaptunk, és valahogy jobban át lehet most már látni ezt a témát, szervezni a képzéseket, illetve felismerni azt, hogy kinek van szüksége ebben a témában komoly segítsége. A másik távlati program az októberben fogják meghirdetni a Gazdanet programot, ahol minden őstermelő részt vehet, és infrastruktúrát teremtett magának, tehát otthoni számítógépet, nyomtatót, stb. 40%-os támogatással. Ennek van egy fontos feltétel, egy kötelező képzés, amit szintén biztosan meg fogunk szervezni a teleházban, hogy minden őstermelő, aki igényli, hozzájusson ehhez a támogatáshoz. Szabó Károly falugazdász vagyok, a Csongrád megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, a földművelési igazgatóságának a köztisztviselője. A teleházban a ügyfélfogadás rendkívül jó, a kultúrát ügyfélfogadás minden egyes kritériumnak megfelel, hozzászámítva az infrastruktúrát is, ahol az elektronikus ügyintézés maximálisan intézhető, szélessávú internettel, faxsal, telefonnal, más egyéb infrastruktúrális alapfelszereltséggel fel van szerelve. 2008-tól a mezőgazdasági szakigazgatásba tért hódított az elektronikus ügyintézés. A 1200 őstermelő ügyeinek zömét elektronikusan,
a területalapú támogatást kiemelve 100%-osan elektronikusan intézzük. A elektronikus ügyintézésnek a lényeg a falugazdász nevére működő ügyfélkapunk keresztül azok az ügyfelek is elérhetők elektronikusan, aki saját ügyfélkapuval nem rendelkeznek. A kérelmek beadásán túl a kérelmek kezelésére, módosítására és javítására itt a helyszínen van lehetőség. Az elektronikus ügyintézésen túl nagy jelentősége van a közhasznú információk naprakész közreadásába, továbbá a papíralapon beadható támogatások nyomtatványainak letöltésébe és az ügyfélhez való juttatásába. Kecelliné Vasabnak könyvelő vagyok. Heti egy alkalommal előre meghatározott időpontban fogadom az ügyfeleket a teleházban. A teleházzal terembérleti szerződésem van. Az ügyfelek meghatalmazás után a bejelentéseiket, bevallásaikat az APEC, VPOP, ONYEF felé elektronikusan küldöm el a saját ügyfélkapumon keresztül. Ezen szolgáltatásokat az ügyfelek térítés ellenében vehetik igénybe. Mivel egy helyiségben ügyfelezünk a falugazdásszal, így az őstermelő ügyfelek teljes körű tájékoztatást kapnak a tevékenységükkel kapcsolatban. Azért választottam ezt a lehetőséget, mivel központi helyen van, jó körülmények között tudom fogadni az ügyfeleimet, itt a teleházban, és segítséget kapok az itt dolgozó munkatársaktól az eszközök és az internet használatához. Különösen fontos részemre a megbízható, széles sávú internet használat.